Szinte a tanév kezdete óta tervezgették már az óvoda dolgozói az idei jótékonysági bált, amelyhez lelkes és aktív szülőket is segítségül hívtak. A téma megtalálása után az időpont meghatározása, a helyszín kiválasztása és a műsor betanulása következett. Az óvonénik kitaláltak egy kicsit vicces, mókás táncot, kerestünk egy nagyon kedves tánctanárt, Bíró Gábor személyében, aki fogta magát, jött lelkesen és minden héten, egy óra hosszán keresztül velünk foglalkozott, és próbálta a lépéseinket igazgatni, hogy az jó legyen, és úgy gondoljuk, hogy teljesen felkészülve kész vagyunk. A jótékonysági bál bevételének egy részét a tombola adja, amelyből ezen az estén volt bőséggel. A vendégek több mint 300 nyereményt és mintegy 50 fődíjat vihettek haza. A befolyó összeg pedig az óvisok komfortérzetének javítását szolgálja majd. Mi az óvoda oldalsó udvarának az árnyékolását szeretnénk ebből megvalósítani. Ott hát a térkő miatt elég meleg van, és akkor úgy gondoltuk, hogy tavasztól nagyon odasüt a nap, hogy a gyerekeknek egy kis árnyékot biztosítsunk, hogy ott tudjanak rajzolni, illetve ott van az ugráló, a trambulin, hogy akkor árnyékba tudjanak ugrálni, főleg nyáron a nagy melegben. A bőséges vacsora előtt és után Kis Gyöngyi és Tasi Tamás gondoskodott a talpalávalóról. Az evangélikus óvoda dolgozói és szülői közössége pedig hajnalig mulatott, feledve a hétköznapok szürkeségét.